Elején szeretném elmondani, hogy ez az egész szubjektív, nagyon szubjektív. A saját tapasztalataimat, a saját élményeimet hoztam el. Nincs két egyforma kaminó, és nincs két egyforma zarándok. Mindenki máshogy éli meg ezt az egészet. Mindenki más motivációval, más indítatással megy végig. Arra gondoltam, úgy fogom beosztani ezt az előadást, hogy az elején beszélek egy kicsit általánosságban az útról, az én motivációmról, az én utamról, illetve megválaszolom azokat a kérdéseket, amiket a legtöbbször megkaptam, így az elején. Hazatértem után mindenki ugyanazokat kérdezte gyakorlatilag, hogy akkor ez leüljön. Aztán végig megyünk az úton, amerre jártam, én fényképész vagyok, én nem tudtam volna nem végig fényképezni az utat, úgyhogy mindenhozzon hoztam egy kis morzsát. Vannak olyan részek, ahonnan többet is, amik meghatározóbbak voltak. Néhány dolgot átugrottam. A legvégén lehet néhány kérdést föltenni, és akkor tartunk egy szünetet. Szerintem ez ilyen 1-1,5 óra múlva lesz körülbelül. És utána én még itt vagyok, hogyha bárkinek bármi kérdése van, akkor az nyugodtan megtetheti, és beszélgethetünk erről az egészről. Azzal kezdeném, hogy nagyon sok kaminó van Spanyolországon belül is. Szent Jakab útjának hívják, az 1100-as években jegyezték föl először ezt az utat egy szerzetes, 1130-ban. Úgy hiszik, hogy Szent Jakab sírja, illetve Szent Jakab földi maradványai Santiago de Compostelában vannak, ezért minden zarándok útnak Santiago de Compostela a végpontja. De ahogy ez a kis térkép, amit már a legvégén Musiába fotóztam le, ez is mutatja, hogy rengeteg irányból meg lehet közelíteni ezt a helyet. Én a klasszikus francia úton mentem, ami egyrészt az egyik legrégebbi, de nem a legrégebbi, másrészt a legnépszerűbb. Tehát ha valaki most rákeres, hogy El Camino, akkor biztos, hogy ezzel kapcsolatban fog információkat találni elsősorban. Tudtam, hogy több út van, én olyan 4-5-re satszoltam magamtól, aztán kiderült, hogy tévedtem, mert rengeteg van. Illetve a Camino egyik mondása, hogy az út ott kezdődik, ahol járod. Találkoztam olyanokkal, akik Angliába kezdték, Franciaországba, Németországba, és csak egyszerre értünk célba. Tehát nincs meghagyszabva. Ahhoz, hogy az ember a hivatalos papírt megkapja, a hivatalos elismerést megkapja, ahhoz az utolsó 100 kilométert kell teljesíteni. Úgyhogy igazából bárhonnan el lehet kezdeni az utat. Az én utam, a francia út, az Saint-Jean-Pied-de-Portba kezdődik, itt mutatom, ez itt van, még Franciaországban. Az ember első nap átkel a Pireneusokon, akkor beér Spanyolországba, Baszkföldre, és onnantól gyakorlatilag én a nyugati partig, az óceánig gyalogoltam el. Már az elején két út van, de az északi utat, ami a magasabb részén megy a Pireneusoknak, azt lezárták. Én tavasszal voltam, március közepén, a nagy héten kezdtem az utat, és április végére értem célba. És az elején még akkora hó volt, méteres hó volt a Pireneusokba. Voltak zarándokok, akik a tiltás ellenére arra mentek hozzájuk, mentőhelikoptert kellett hívni, hogy gyakorlatilag le volt zárva az északi út, hogy arra ne lehessen menni, hanem egy kicsivel egyszerűbb, mindössze 1100 méter volt a legmagasabbik pontja ennek a variációnak, amit én jártam meg. Saint-Jean-Pied-de-Porttól Santiago de Compostelaig, ami itt van. A hivatalos papírok szerint ez ilyen 760-770 kilométer. Én a telefonommal naponta mértem a megtett távolságokat, és ez alapján mondhatom, hogy én 800 km gyalogoltam idáig. Most lehet, hogy csalt a GPS, vagy voltak eltérések, de körülbelül ez 800 km, és onnan még 130 km, amíg az ember elmegy az óceánig. Plusz még voltam néhány napot Barcelonában, tehát innen jött az 1000 km szabadsága címe ennek az egész előadásnak, hogy gyakorlatilag 1000 km gyalogoltam keresztbe Spanyolországba, ami azt jelenti, hogy napi átlag 26 kilométert kell megtenni, amit ha az ember belegondol reggeltől délutánig, ez nem egy veszélyes távolság, egyszerűen bele kell jönni a rutinba. Mondjuk nem napi 26-ot mentem, a legkevesebb, amit egy nap megtettünk, az 17 kilométer volt, a legtöbb az 38, és összesen 13 alkalom volt, amikor 30-nál többet mentem egy nap, tehát gyakorlatilag én így mindig, amikor olyan társaságban voltam, vagy amikor úgy éreztem meg, főleg amikor kegyes volt az időjárás és jobb idő volt, akkor többet mentem, mert tudtam, hogy a következő nap, ha már esni fog, akkor úgyse fogok olyan eredményesen haladni. Következő állandó kérdés, hogy mi van a táskában, illetve mennyire volt ez nehéz, meg mit vittem magammal. Indulás előtt lefotóztam, ez egy picit azért alakult menet közben, elhagytam a botomat, lett egy másik. Ilyenek, nagyon sokan túlvállalják magukat. Ez a táska élelemmel és itallal együtt, mondjuk az élelem az 2-3 narancsot meg egy szendvicset jelentett körülbelül, ilyen 12 és 14 kg között alakul.
ami így állandóra azért elég. Találkoztam olyannal, aki 18 kilót vitt magával, és nem volt nála sátor. Találkoztam olyannal, aki szintén ilyen 18 kiló körüli hátizsákkal jött, nála volt sátor is. Ő a 8. nap adta föl, mert tönkrement a térde. Tehát nagyon nem mindegy, hogy az ember hogyan állítja össze a felszerelését. A spanyol posták fel vannak készülve arra, hogy az első héten az ember hazaküld kisebb-nagyobb csomagokat. Vannak előre dobozok erre a célra, hogy meg mindenki van egyértelműen táblázva, hogy tudod a legolcsóbban és a legegyszerűbben hazaküldeni, és rengetegen 6-8 kilókat küldtek haza. Nekem volt egy szabályom, hogy a felszerelésem minden darabját használni akarom, amit viszek magammal, mert én nem küldtem haza semmit, és elfből, hogy már csak azért is a kanállal, az én kanalammal fogok enni, és nem a szálláson lévő kanállal, csak azért, hogy használjam, hogy nem fölöslegesen viszem. Két dolog van, ami nem került elő. Az egyik a szárító kötél a ruhaszárogatáshoz, mert rossz idő volt sajnos az időtöbb túlnyomó részében, és nem tudtam teregetni, hanem a szárítógépet kellett használnom. A másik pedig a gázspré, erre majd egy kicsit ki fogok térni, hogy miért is volt nálam ilyesmi. A következő, amit meg szoktak kérdezni, hogy mennyibe került ez az egész. Ez is sablon visszatérő kérdés. Két részre bontom. Az egyik fele az utazás. Én Párizsba repültem, onnan vonattal mentem át Bajonig, ahonnan busszal a kezdőfaluba. Gyalogoltam sokat. Aztán Santiago de Compostelából repültem Barcelonába, és onnan repültem vissza Magyarországra. Ez így 70 ezer forint volt. Az, hogy aznap mennyit költesz, az meg rajtad múlik, hogy mennyire akarsz királyként élni. Az zarándok szállások nagyon vegyesek, az állami szállásoktól, ami egy fekhelyet és egy mosakodó helyet jelent ideális esetben igényes környezetben, egyébként nem mindig. A privát szállásig, ami meg aztán tényleg nagyon vegyes, és annyit kérnek, amennyit nem szemtelenek. Körülbelül napi 25 euró az, amiből úgy normálisan ki lehet jönni. Én élelemre olyan rettenetesen sokat nem költöttem, mert az ilyen zarándok menükre soha nem fizettem be. Néhányan tudják, néhányan nem, én vegetáriánus vagyok, ezek az zarándok menük általában húsosak voltak, tehát ez így esténként 10 euró helyből nem játszott, hanem én mindig boltba vásároltam, vagy én főztem magamra, vagy többen összeálltunk főzni. Ami viszont nekem jelentősen megnyomta a költségvetésemet, az a mosás díja mellett az állandó szárítási díj, mivel muszáj voltam a szárítógépet használni, hogyha tiszta száraz ruhákat akartam másnak, mert esett, hideg volt, fújt a szél, egyszerűen nem száradtak volna meg a ruháim a következő napra. És ez ilyen 4-5 eurót jelentett 2-3 naponta gyakorlatilag, úgyhogy ezzel elvitte a költségvetés, gyakorlatilag 350 ezer forint volt ez a 35 nap, így minden estül. És akkor egy pillanatra térjünk vissza a gázsprére. Az utam előtti egy hónapban, ha előkerült, hogy én elindulok, akkor mindenki ismert valakit, aki volt már, vagy ő volt, és mindenkinek volt egy tanácsa az úttal kapcsolatban, de ezek általában ilyen sarkos tanácsok voltak, hogy ezt így csináld, mert ha nem így csinálod, akkor biztos, hogy rossz lesz az egész. Mondok egy példát, volt, aki azt tanácsolta nekem, hogy amikor elérek Santiagóba, akkor véletlenül se álljak meg, hanem azonnal menjek tovább az óceánig, mert ha én ott maradok egy napot, a következő nap már nem fogok elindulni. Hát én az zarándok miséért mentem, tehát nyilván ott maradok egy napot Santiagóba, és a következő nap indulok tovább, de ő a lelkemre kötötte, hogyha én nem indulok tovább azonnal, akkor én már nem fogok elmenni gyalog az óceánig. Szóval egy idő után már itt tele voltam ezekkel, és senkinek nem akartam a véleményét hallani az útról, mert ez az én utam, én önző vagyok, és nem érdekel, hogy mások mit mondanak. És én az Ágoston téri misére járok vasárnap este 6 órakor, ott zenélünk már sok-sok éve. És én hétfőn indultam, vasárnap este elmentem még egy ilyen utolsó misére, és ott volt egy régi zenésztárs, aki ma már Spanyolországban él. És édesapám mondta, hogy na, kérdezzük meg az Andit, ő neki biztos van egy helyi információja a Caminóról, amit én biztosan nem találtam meg az interneten, és valami helyi tanácsot fogadni, meg mondom, ne kérdezzük meg, mert már elegem van minden ilyen tanácsból. De annyira erősködött, hogy megkérdeztük, mondom, szia Andi, képzeld, holnap megyek a Caminóra, és tanácsolnál nekem valamit. Jaj, de jó, mész a Caminóra holnap, és kivel mész? Egyedül? Hát nem menj egyedül, hát elrabolják az zarándokokat, és szervkereskedők, és prostitúció, és ha egyedül mész, akkor és mindig a főúton menj, és mindig másokkal. Így megállítottam, hogy ránéztem édesapámra, ezt akartad hallani? Egy nappal indulás előtt, tényleg? Édesemnek ezt nem mondtuk meg, de vittem magammal egy gázsprét, hogyha egyébként akkor még 100 kiló fölött voltam, tehát így minimum két ember kéne, hogy engem egy plusz a 12 kilós táska, tehát így elképzelem a szituációt, hogy megpróbálnak berakni egy mikróbuszba. Mindegy, valaha tényleg történt egy eset, hogy egy lányt elraboltak, sokkal később találták meg, meggyilkolták,
Természetesen a spanyol rendőrség belátta azt, hogy ha ezt az ügyet azonnal nem göngyölítik föl, akkor többet ide zarándok nem jön. Úgyhogy 8 napon belül elkapták a tettest, és ma már nem hallani ilyesmiről. Úgyhogy nekem nem volt félelem érzetem soha. Azért örültem, hogy nálam volt ez a spray, mert a kutyáktól félek egy kicsit, főleg a nagy és idegen kutyáktól. Soha nem kellett használnom, de azt a biztonságérzetet, hogyha ott egy kutya az úton egyedül, senki sehol a közelben, és ő ott áll és néz. Volt egy ilyen szituáció, hogy néztük egymást, én így elővettem a gázsprét, hogy mondom, lesz, ami lesz. És amikor közel értem, akkor ő szépen arrébb sétált, én tovább mentem, ők szépen visszasétált középre. Tehát megoldottuk ezt a problémát. Ennyi volt a bevezető. Úgy gondoltam, hogy mindig mesélek egy kicsit, és így megyünk folyamatosan a képekkel, hogy merre járunk. Este értünk, Párizsból reggel indultam tovább, egyet aludtam ott is, és este értünk Saint-Jean-Pied-de-Portba. Ez a kezdő falu, kis tipikus spanyol, annál Franciaországban van még, de tipikus spanyol falucska. Színes házak, macskaköves út középen. És itt kapom meg a komposztelámba az első pecsétet. Úgy néz ki a történet, hogy ugye, mint mondtam, az utolsó 100 kilométerrel legalább 20 pecsétet kell gyűjteni. Vannak emberek, akik arra gyúrnak, hogy minél több pecsétjük lehet, ezt megint mondom, zarándok a válogatja, mert nem csak a szálláshelyen adnak pecsétet, hanem a szebb templomoknál, állomásoknál, igazából bárhol gyűjthetsz magadnak pecsétet, hogyha szeretnél. Én ott akartam elsősorban gyűjteni, ahol alszom, aztán ebből egy kicsit több lett, mert voltak olyan templomok, amiknél úgy éreztem, hogy na, ezt most bepecsételjük. 20 pecsétnek kell lennie legalább ahhoz, hogy igazolni tudsz, hogy végigmentél az úton, és itt kapom meg az elsőt Saint-Jean-Pied-de-Portba, 2016. 3. 22-én este. Így néz ki a falu éjszaka, keresztül folyik mellette egy patak. És a kajdló, illetve a nyíl, a nemzetközi, az általános szimbóluma a Caminónak. Itt még nem gondoltam volna, hogy ez annyira meghatározó lesz. Bár hozzáteszem, Párizsban a Magyar Intézetben aludtam, és este tettem egy sétát, elsétáltam a Notre Dame-ig, és ahogy indultam vissza a Magyar Intézet felé, akkor láttam meg egy sárga nyilat a földön. Ami így mondom, hát ez a Camino jele, és amerre mentem, minden kereszteződésben volt egy sárga nyíl, hogy erre kell menni. Tehát ez igazából egész Európában megtalálható, ha az ember figyel, vagy így a főbb zarándok útvonalakon, különböző variációkban. Ez már másnap reggel, ugyanaz az utca lefelé. Először lementünk, aztán föl. Amint mondtam, én nem mehettem a klasszikus napóleoni úton északnak, hanem Val Carlos felé kellett kerülni, de ezt egyértelműen jelezték is a táblák, hogy pontosan hogyan haladunk. A másik, amitől tartottam, az a hó, mert azért márciusban, a Pireneusokban borítékolni lehetett, hogy havas lesz a táj. Az elején természetesen ez nem jelentkezett. Mondhatni mecseki környezetben mehettem. És valahányszor útelágazáshoz érkeztem, egyértelműen mindig jelezve volt. Tehát nem találkoztam olyan kereszteződéssel, ez nem igaz, mert egyszer eltévedtünk, többségében nem találkoztam olyan kereszteződéssel, ahol ne lett volna valami egyértelmű szimbólum, hogy melyik irányba kell haladni, vagy mi a megfelelő út. Én egyedül indultam, már a vonaton Bajon felé nézegettem, hogy ki van hasonló kaliberű hátizsákkal, hogy ők is valószínűleg ugyanoda jönnek, és folyamatosan meg is ismerkedtem és találkoztam emberekkel, akikkel elkezdtem a Caminót két szárdal, ők nagyon lemaradtak. Nagyon fontos az, hogy bár az út ott kezdődik, ahol járod, butaság lenne felkészülés nélkül neki futni. Mert akkor rögtön az elején 1000 méter szint különbség van. Tehát föl kell menni, aztán le kell jönni. Az nagyon durva, hogyha az ember nem edz rá. Én 150 kilométert mentem így a meccsekbe, keresztbe, Kasul január-februárban, hogy rákészüljek, folyamatosan növelve a távokat, illetve nem csak a távot növelve, hanem a napokat, hogy akkor először heti egyszer, kétszer, háromszor, aztán szomszédos napokon 25 kilométereket menni, hogy az ember rákészüljön, meg elmentem egy ortopédorvoshoz, hogy nézze meg a lábamat, hogy jó lesz, és ő adott egy porszerősítő kúrát. Tehát én nem úgy mentem, hogy nem most elmegyek a Caminóra és nabum, hanem felkészültem előtte, és találkoztam olyanokkal, akik kitalálták, hogy ő most éppen Görögországban volt nyaralni, de van egy kis ideje, és átjött ide, hát ő a negyedik nap adta föl. Neked kell tudnod, hogy mennyit tudsz menni, hogy mennyi van benned, hogy osztod be az erődet, és ezt okosan kell csinálni. Ha bárhol eltörtem volna a lábamat, vagy tehát bárhol valami problémám lett volna, egészen biztos vagyok benne, hogy egy órán belül jött volna valaki arra. Tehát nem tudsz, ha nem térsz le az útról, ha letérsz az útról, az szívás, mert ugye visszafele nincsenek nyilak,
Tehát akkor rájössz egy idő után, hogy most már nem jó fele vagy, de ha nem térsz le az útról, akkor folyamatosan találkozol másokkal, és te döntöd el, hogy másokkal akarsz menni, vagy pedig egyedül. Én volt, hogy én találtam olyan fiatalokat, akikkel később barátságot kötöttünk, és velük élmény volt együtt menni, viszont körülbelül az út felét, ennek a 800-900 kilométernek a felét meg teljesen egyedül tettem meg, mert igazából az adja meg azt a szabadságérzetet, ami ennek az egésznek a lelke. Itt ezt csak azért mutatom, hogy azért álltam meg, mert hogy itt is éppen vannak mások a képen, és ahogy haladunk fölfelé, egyre havasabb és havasabb lett a táj. Először csak az út mellett, aztán az úton is. És hát látszik, hogy más zarándokok is jártak erre. Én 2 órás késéssel kezdtem az első napot, mert ezek a szárt fiatalok nem volt élelmük, és még meg kellett várni, hogy kinyisson a szupermarket. 27-ként értem be, tehát ez az edzés azért sokat segített abból a szempontból, hogy könnyedén tudtam haladni. De a többség elérte első nap a szállást, tehát nem volt senki, aki feladta volna. Ez a csúcs már, ahol volt egy kis kápolna. A Caminót nem csak gyalog lehet járni, hanem kerékpárral, illetve lóháton is, de én egyetlen lovassal sem találkoztam. De eltér az út nyilván a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak, viszont mind a kettő egyértelműen jelölve van. A kerékpárosok nyilván többet mentek aszfalton a hóban. Ez az első település, és nem beszélek se spanyolul, se franciául, úgyhogy Roncesvallesnek mondták, nem tudom, hogy így kell-e kiejteni. Ez egy nagyon régi zarándokszállás, amit idén télen újítottak föl, és akik előtte márciusban ismerősömék voltak, ők még nem a felújított részben aludtak, én viszont már igen. Erről nincs képem, de később majd lesz ilyen államilag felújított zarándokszállásról fotó, hogy ez mennyire precíz. Jonathan, és neki 18 kiló volt a hátizsákja sátorral, ő a 7. napon adta föl az utat. Nem jó ennyire túlpakolni. És innen, ahogy másnap tovább indulunk, egy motiváló tábla, hogy még 790 kilométer. Egyébként ez az autósokra vonatkozik, mert mi itt eddig már 28 kilométert megtettünk, tehát ez nem pontosan az arándoklatot mutatja. De ez Baszkföld, amire gyönyörű templomok jellemzőek. Reggel általában beszéljünk egy kicsit a napirendről, vagy mesélek egy kicsit a napirendről, hogy néz ki. Én tavasszal voltam, ami abból a szempontból más, hogy nincsenek annyian. Ez egy nagyon népszerű út, és az emberek általában nyáron akarnak szabadságot kivenni. Ezért nyáron sokszor annyian, 3-4-szer annyian vannak az úton, mint így a szezonon kívül. Nekem a nyár esküvő szezon, tehát gyakorlatilag ez jelentette a lehetőséget, hogy el tudjak szakadni. Nyáron délután 2-kor már 40 fok fölötti a hőmérséklet. Akkor nem gyalogoz, semmiképpen se, és ezért az emberek már ilyen 4-5 óra környékén fölkelnek, még napfelkelte előtt sötétben elindulnak, és mivel ennyire túlzsúfolt az egész, ezért drukkolnak, vagy foglalnak előre szállást, hogy legyen hol megállni aludni, mert könnyen megeshet az a szituáció, hogy betelik az arándokszállás, és nem tudnak hol aludni. Nekem ilyen jellegű problémám nem volt. Más kérdés, hogy én még annyira a szezon előtt mentem, hogy ugye én húsvétkor kezdődik elvileg a szezon, én a nagy héten indultam, ami azt jelenti, hogy bizonyos arándokszállások zárva voltak még, mert nem nyitottak ki. De szóval nálam körülbelül 6 körül kezdtek el mocorogni az arándoktársak, én 7-kor keltem minden nap, és egy ilyen reggeli készülődésben ilyen 7-48 óra magasságába tudtam mindig elindulni. Elindulsz, mész, 10 óra, 11 óra körül kávé, pihi, addigra ilyen 12-15 kilométeren túl vagy, mész, 1 óra körül ebéd, mész, kávé, mész, megérkezel, lepakolsz, zuhanyzol, és aztán, ha kicsit pihentél, akkor felderíted a környéket. Este 10-kor kapcsolják a villanyt, van, ahol már 9:30-kor, van, ahol 11-kor, és gyakorlatilag a következő napig 7 óráig alszol, és utána kezdődik az egész előről, ami azért nagyon jó. Mindenki azt mondta előre, vagy ezek a tanácsok, hogy a harmadik nap a legrosszabb. Mert első nap átkelsz a Pireneusokon, hősnek érzed magad, te megcsináltad, képes vagy rá. Második nap rájössz, hogy hát menni kell, hát jó van, megyünk lefelé, már legalább nincs emelkedő, de már úgy kezd fájni minden. És harmadik nap rádöbbensz, hogy a következő 30 napban ezt fogod csinálni. És az fáj. Úgyhogy én úgy terveztem meg a menetet, hogy a harmadik napra csak 17 kilométert hagytam. Ennek ez volt az egyik oka, illetve a másik oka, kicsit mindjárt haladunk előre. Ez még az őszi-tavaszi táj, tehát még nem zöldül. Hát én a hídon mentem, hogy le tudjam fotózni őt, aki átkelik. Nagyon érdekes volt számomra az, hogy a spanyolországi patakok sokkal sebesebb folyásúak a magyarországinál. Több helyen volt erőmű is, vagy szabályozva.
de nagyon látványosak voltak mindig, volt néhány macska is útközben. Ismét egy elágazó, egyértelműen jelölve van, hogy melyik irányba kell menni, illetve ami még a Baszkföldre jellemző volt, hogy ezeknek a tábláknak az alján rajta volt, hogy milyen messze van a következő település. Ami itt még az elején nagy segítség volt, még nem ismered annyira az erődet, még nem tudod, hogy osztod be az idődet és a vizedet és a lehetőségeidet, és ezek mindig segítettek, hogy na most akkor még mennyit kell menni, vagy hogyan tovább. És akkor az első, ja még egy dolog, az útikönyv. Sokat látott útikönyvem. Az útikönyv javasol, és én ennek nem annyira örültem, mert befolyásol. Én nem is olvastam el előre az útikönyvet, nagyon sok zarándoktársnál láttam azt, hogy beszéltem velük erről, hogy ők előre elolvasták, hogy mi lesz, és pontosan tudták, hogy mire számíthatnak, én nem. Én mindig 2 napra terveztem előre, tudtam, hogy körülbelül mikorra fogok elérni a végéig, de ez se volt megadva. Tehát azt mondtam, mindenhol azt olvastam a neten, hogy 28-32 nap alatt lehet eljutni Santiagoig, ha olyan egészséges tempóban haladsz, de hogy nekem ez nem volt meg a repülőjegye visszafele, hogy ez nekem most 28 vagy 32 nap lesz, egyébként 30 volt, de lehetett volna több is vagy kevesebb is, annak függvényében, hogy éppen hogy jön ki. De nem szerettem azt, hogy tehát az útikönyv megmondta, hogy itt aludj. De miért? Tehát ha én úgy érzem, hogy süt a nap, és tudom, hogy másnap esni fog, és még csak délután 2 van, akkor tovább megyek. Úgyhogy Zubiriből, bár nagyon csábító volt a víz meg a patak, de tovább mentem. És így egyrészt még a délutáni napsütésben láthattam ezeket a gyönyörű kis, ilyen kis faluk, illetve ilyen kis villáknak írták ők. De szóval, hogy ilyen kisebb településcsoportok voltak, de nagyon elegáns. Nekem nagyon tetszett a spanyol, főleg a baszképészészet. Ott olyan gyönyörű villák voltak, amiket el tudnám képzelni én is, egy ilyen belaknék, csak Mecsek oldalba. De a másik, ami érdekes volt, hogy Baszkföldön, ebben a megyében minden templom nyitva volt. Tehát be tudtál menni, be tudtál nézni, ez már Larrazoana egyébként, aznap itt aludtam. Be tudtál menni, be tudtál nézni, ahogy haladtunk előre, egy több templom volt zárva, még vasárnap is. Mikor van nyitva, ha aznap nincs. És hogy pont kifogtuk a siesta időt, hogy azért, hát nem tudom, én bementem volna, de itt sok minden kimaradt. A következő nap már esett az eső, és azért is mentünk előző nap többet, mert akkor lehetett. És ugyanezek a kis tipikus kőházak, állatok az udvarom, és mellettem haladt az Arándok út egyenesen. És ez a híd van Pamplona határában, és gyakorlatilag a harmadik napra érsz először megint nagyvárosba, ami akkor rendkívül idegenen hat. Hát addigra már úgy pont belejöttél abba a hangulatba, hogy itt nyugi van, béke van, erdő van, hó van, madárkisergés, és akkor egyszer csak jött megint egy nagyváros, tele emberrel, annyira tele ember, ja ez a zarándokszállás, az állami zarándokszállás, ez az egyházi zarándokszállás Pamplónában, mert most én a folyosó közepén voltam, mögöttem ugyanez, a fal túloldalán ugyanez, 3 emeleten. Tehát, hogy viszonylag időben érkeztem, most meg tudom nézni egyébként, hogy ez 1:45-kor készült ez a kép, tehát én még az első sornak a felénél voltam, a nap végére már a másik sor is teljesen tele volt, de az emeletet nem nyitották meg, nyáron nyilván megnyitják a másik 2 szintet is. Pamplona nyáron a bika futtatás miatt izgalmas, nekem viszont nagypéntekre a nagypénteki körmenet jutott, ez a nagy templom, itt már készülnek a ilyen óriási, nem is tudom, hogy ezt hogy hívják, minek nevezzem, de szóval, hogy ilyeneket vittek az emberek, ugye a nagypénteki eseményeket felidézve, bemutatva, végig a városon, egy adott, tipikus színes házak végig, illetve itt lesz majd egyértelmű jelölés, hogy melyik irányba menj a sárga pontosan mutatja az utat, de a lényeg az, hogy estére a fő utca és a belváros megtelt zsúfolásig emberekkel, és akkor elindult a körmenet, ami félelmetesen gyönyörű volt. Lila és fehér maszkokban mentek emberek, voltak akik rómainak öltözve lóval, illetve gyerekek is. És végig mentek a történeten, volt egy fúvorzenekar, hát borzongató zenét játszott, kórus, és ahogy így haladt előre, ezek a maszkos emberek cukorkákat osztogattak a gyerekeknek, hogy ne féljenek tőlük. Hát nem tudom. Különleges élmény volt, és nagyon meghatározó, ez már másnap reggel, csend és nyugalom. Ugye más a spanyol életmód és időbeosztás, itt még egyébként óraátállítás előtt vagyunk, úgyhogy azért indultam mindig világosba, aztán egyszer csak ez átcsapott sötétbe.
Ha 10 órakor elértem egy települést, csukott ablakok és üres utcák fogadtak. Egy-két nénike, akkor nyitják ki az ablakot és kelnek föl. Este 10-kor viszont még buli van a fő utcán, tehát hogy egész más. És délután meg a siesta időben megint sehol senki. Pamplona után az utikönyv írta, hogy amerre látjuk a háttérben a szélerőműveket, arra kell majd menni. Hát én így nem gondoltam volna, hogy ezen a tegépen talán pont nem is látszik, de igen, mert rossz a felbontása a projektornak, de ott vannak a szélerőművek, ugye? Igen, nem nagyon látszik a projektoron, bocsánat, de szóval, hogy nagyon messze kellett. Így a távolság érzetet akkor úgy felülírja az emberben, és itt van ez a híres építmény, ami az zarándokoknak a jelképe. Következő nap megint meg volt adva, hogy a szállás szerint ebben a városban kellett volna aludni, de én úgy éreztem, hogy ennél tovább is tudok menni. És tipikus spanyol kis utcákon és városokon át. Ez a híd már az 1100-as években is állt. És nagyon sokszor egyébként, ezen most pont nem, de majd lesz olyan kép is, hogy a hídnak a közepén szokott a kagylójelölés lenni, hogy merre kell pontosan haladni. Ebben a településben lett volna az utikönyv által javasolt szállás, zarándokszállás. Én úgy éreztem, hogy tovább tudok menni. Megnéztem egy nagyon okos, egy okos alkalmazás vezetett végig, hogy hol van zarándokszállás, az mennyire felszerelt, van-e mosógép, van-e szárítógép, van-e wifi, mennyibe kerül. És azt mondta a telefonom, hogy 4 kilométer múlva van egy kisváros, és ott lesz egy zarándokszállás, és egész évben nyitva van. Hát nem volt. Itt már tűzött a nap, délután 3, a vizem elfogyott, de hál' Istennek volt egy kút, úgyhogy tudtam pótolni, és egy spanyol család látta, hogy én lelkesen zörgetek a zarándokszállás ajtaján, de mondták, hogy hát ez nem fog működni, de ne aggódjak, mert 3 kilométer múlva van a következő, az 4 volt. Nem baj, viszont gyönyörű helyre juttattam így. Ezt így messziről megláttam, és ja, és jöttek a viharfelhők folyamatosan, tehát így éreztem, menni kell, mert ennek nem lesz jó vége. Akkor kezdett el szakadni az eső, amikor beértem az elejére a településnek, tehát sikerült pont bőrigázni az utolsó 200 méteren körülbelül. Viszont itt már kezdtem érezni a tavasznak a varázsát, ahogy virágoztak a fák, ahogy mesebeli volt az egész, és végig ez kísért, hogy a különböző színekben a cseresznyefák, mandulafák, almafák és minden végig virágzott, jöttek a felhők, és ez az alberge, az zarándokszállás Cirauki nevű településen, ahova nagy szombaton értem, és diszkó volt este a főtéren, nem igazán értettem, de hát mondták, hogy ma van a szombat, úgyhogy diszkónak kell lenni, ez így a mellettünk levő téren volt, egész este szólt a zene. Azért kicsit körbe mentem itt is, már így sötétedés után, mert nagyon szép volt, és ez már a következő nap hajnal, ahogy elhagyom a várost, és akkor elérkeztünk húsvét vasárnaphoz, ahol, ja és itt volt óraátállítás, tehát itt már akkor sötétben indultunk, és láthattuk innentől kezdve a napfelkeltéken, ahol az útikönyv azt mondta, hogy Estelláig menjek, itt közben mutatom az utat útközben, és Estella egy gyönyörű település, középkori város kis utcákkal, egy fantasztikus nagy templommal, megérkeztem a zarándokszállásra délben nyitott. Megkérdeztem, hogy mikor van húsvéti mise, és mondták, hogy fél óra múlva. Úgyhogy kényelmesen átsétáltam a templomba, ahol öreg spanyol bácsik több szólamban énekeltek húsvéti dalokat. Csodálatos volt. Viszont úgy éreztem, hogy hát egy óra volt a mise, hogy hát nincs két óra, hát menni kéne tovább, hát még jó, süt a nap, holnap esni fog, vagy ki tudja. És láttam, hogy a következő az 4 kilométer, az már aztán meg 17, hát mondom, akkor menjünk tovább 4-et. Az egy szutyog kisváros, sportcsarnokának az öltözőjében volt az zarándokszállás, semmi látnivaló sehol. Tehát butaság volt tovább menni, mert körbe járhattam volna Estellát, hogyha tudom, hogy a már. Tehát néha jó az útikönyv, néha nem, tanulsz a hibáidból, és utána érkezel el, az már a következő nap reggele, ehhez a kúthoz van egy monostor, ahol szőlészet, borászat van, és az zarándokoknak fenntartanak egy kutat, aminek a jobb feléből friss víz, a bal feléből bor folyik. És itt van egy webkamera is, hogyha szeretnél bejelentkezni az otthoniaknak, hogy milyen jól érzed magad. Hát én reggel 6 óra 54-kor úgy gondoltam, hogy nem ébreztek föl senkit otthon, úgyhogy egyszerűen tovább mentem innen, és én a vízből ittam.
kora reggel nem indulsz neki. És továbbra is a tavaszi táj. Amikor nagyon sokáig nincs település az úton, akkor ezek a kis árusok felfedezik a piaci lehetőséget, és 3-4-szeres áron kínálják a portékát, de ha az ember szomjas, akkor megveszi, mert így jön ki. Gyönyörű volt egyébként, festői volt a táj végig. És akkor itt már beérünk a következő település, Los Arcos, aminek a legszebb temploma volt. Tehát nem igaz, mert a Leoni katedrális tetszett legjobban, de ez akkor nagyon meghatározó volt számomra. És jött hozzám egy bácsi, hogy én zarándok vagyok, igen, akkor pecsételjünk a könyvet. De mondom, ne pecsételjünk, mert én csak a szállásokon pecsételek, és nem akarom. De pecsételjünk, mert hogy lehet máshol is. Úgyhogy itt szereztem az első bónusz pecsétemet, mert nem akartam neki ellent mondani. Apám, bocsánat, de ez fantasztikus volt ez a templom. És közben lassan beérünk Larioa tartományba, ami borkészítése, bortermeléssel foglalkozik elsősorban. Nem olyan jók a spanyol borok, mint ahogy azt mondják, vagy csak én nem értek hozzá. De néha esett egyébként, tehát itt vegyes az időjárás, ez Torres de Rio nevű település, itt volt a következő szállásom, ahol az alkalmazás ellenére nem működött a szárítógép. Tehát ezek ilyen izgalmas kihívások, amikor megtervezed, hogy 2 nap múlva mosni fogsz, és szárítasz is, és nem, mert nincs szárítógép, és egyébként meg olyan az idő, hogy nem szárad meg másnapra a ruha, akkor így felülírja azt, hogy akkor a következő nap mennyit megyünk, meg... Tehát én azért sem akartam ennyire megtervezni előre, hanem úgy hagytam, hogy ahogy majd alakul. És hát az eső áldása a szivárvány, és haladtunk előre. Ez így gyors, vagy így jó? Körülbelül igen, tehát így próbálom. Ez már Logroñóban, nem bocsánat, ez még egyel korábban van, Viánában. Útközben rengeteg ilyen kávézó van, ahol az ember megáll pihenni. Lesz majd olyan is, ami belülről is le van fényképezve, ez Viánának a temploma. És aztán lassan beérek Logroñóba, ami ennek a La Rioja tartománynak a központja. És egy szép nagy hídon érkeztünk meg. És ez már a nagy templom. A városokban modernebb jelölés mutatja, hogy merre megy tovább az út. Aztán a végtelen szőlőföldek következtek. Találkoztam egy dél-koreai lányjal, aki megkérdezte, hogy ezek milyen fák. Ez nem fog nagyra nőni. Ez pedig már Navarrete előtt, ami az egyik legcsodálatosabb templom volt szintén az úton. Biztos lehetsz benne, hogy a Camino érinteni fogja a templomot. Tehát ha látsz a messzeségben valahol egy nagy templomot, akkor tutira arra megy az út. Még véletlenül sem másfelé. És nekem ez a jelölés tetszett a legjobban, mert ebben benne van a kagyló is, a kereszt is, a kard is. Az összes közül ez volt számomra a legszimpatikusabb. Itt a háttérben látni a nagy hegyeket, csak a projektoron nem annyira. De néha-néha úgy megijesztettek ezek a havas hegyek. Összesen 3-szor kell 1000 méter fölé menni egyébként. Így szintben, az út elején a Pireneusokban először, és az út második felében egyszer fölmész 1100 méterre, ott fölmész egész sokáig, aztán lejössz, aztán miután lejöttél, megint fölmegyünk 1001-re, tehát hogy csak hogy legyen benne szintkülönbség. És ez pedig már Nájera városa, ahol ez a 8. nap érkeztem meg ide, és a 9. nap fog következni, ami a fordulópont, vagy a, nem is a fordulópont, de a mélypontja volt az útnak. Esővel indult. És úgy az ember látja a szálláson, hogy esik, akkor úgy beöltözöl, fényképezőgépet ilyenkor beraktam mélyre a táskába, esővédőhúzal, akkor még nem volt csapkám, mert nem kell, mert tavasz van, mert kellett volna, később lett. Aztán, ahogy kiértünk a településről, kiértem, itt még egyedül mentem, kiértem a településről, akkor elkezdett jégeső esni, de ilyen újbegynyi darabokba úgy, hogy teljesen fehérre festette. Tehát erről nincs képen, mert a telefonom is, meg a fényképezőgépem is mélyen a táskámban volt. Én úgy éreztem, hogy tehát a cipőmben álltam, tocsogtam a vízbe, minden ruhadarabom teljesen szétázott, tehát nincs az a védő ruházat, ami ettől megvéd. És úgy éreztem, hogy egyébként 25 km lett volna a napi távolság, hát mondom, ezt így hagyjuk. 8 km környékén van az első értelmes zarándok szállás, akkor jussunk el 8 km-ig, és akkor már örülni fogok. Nem baj, ha nem jutok el 32 nap alatt Santiagóba, kit érdekel, esik az eső, fázom, minden rossz. És akkor jött egy kisebb település,
ahol volt egy ilyen bár útközben, és nem mondom, itt vagyunk, már 8 kilométeren túl vagyunk, Istennek legyen hála, bemegyek, akkor döbbenek rá, hogy hát ez még csak 4 kilométer volt. Mindenki benn van, füllett meleg, és nagyon, nagyon jó volt az a hely, és így Spanyolországban úgy működnek ez a bárok, hogy odamész a pulthoz rendelni, átveszed, fizeted, és utána üsz le. Tehát nincs az asztaloknál kiszolgálás. Hát én lerogytam az első asztalhoz, amit találtam, levettem a bakancsomat, kiöntöttem belőle a vizet, kifacsartam az oknimat, és így néztem ki a fejemből, és így megvan a kép így külső harmadik szemlélőként, hogy így mutogatnak rám a többiek, hogy nézd azt a szerencsétlent, hogy ő neki már. Oda jött hozzám a pultos, hogy hozhat-e valamit, mert látta, hogy én nem fogok eljutni a pultig. Tehát megköszöntem, és akkor megkérdeztem így a mellettem lévő asztalnál ülőket, hogy nektek is beházott a cipőtök? Persze. Hát és mondtam is, mit csináltok? Hát mit csinálnánk? Ami vizes, ez van, fogadd el és menj tovább. Mondom, ja, hát jó. Az a tea sokat segített, és ez volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy eddig tavasz, madárcsicsergés, jó idő, akkor most keressünk valami zenét. És akkor a telefonomra nem volt időm egyébként zenét válogatni az úton, mert annyi mindent pakoltam, meg annyi mindennel el voltam foglalva, hogy az valahogy kimaradt, és egy kedves mennyasszony, idei mennyasszony így az utolsó este egy ilyen másfél gigás pakkot eldobott, hogy ez neked zene az útra, a vőlegényemmel válogattuk. Azt így egybe állt, hogy fogalmam sem volt, hogy mit fogok hallgatni. Ilyen motivációs zenék voltak, tehát tökéletes. Most erre mentem tovább. Annyira esett, hogy a sáros földút közepén egy új patak jött létre, ami így mosta le az egészet, és így ugráltam teljesen egyedül. És amikor aztán ment egy autópálya mellett az út, és én így lehajtott fejjel, így elegem van az egészből, de még megyünk, mert már nincs sok vissza, és ahogy jöttek az autók, mindig rándudáltak. És akkor, ó, hát köszi, megyünk, hát nincs itt semmi baj. És amikor beértem Santo Domingo de Calcedába, ami a következő állomás, akkor az arándokszállás előtt 300 méterre volt egy háromcsillagos szálloda. Meleg párás ablakokkal, vörös szőnyeggel bent középen, ott ült a recepciós hölgy, és így hivogatóan mosolygott. Én gondoltam, hogy úgy döntöttem, vagy ezt fogadtam meg magamban az elején, hogy szálloda egyszer, ha szükséges, egyszer engedélyezett, kétszer, ha szükséges. De zarándok vagyok, úgyhogy az zarándok szálláson próbálunk meg aludni, amennyire lehet, és akkor jöttek a többiek, így rám néztek, látták, hogy én úgy rácsingozok, és mentek tovább. Mondom, hát én zarándok vagyok, nem fogok szállodába menni, csak azért se. És tovább mentem én is az zarándok szállásra. A ciszterci zarándok szállásra szerettem volna menni, egyébként a Santo Domingo-ba volt ciszterci zarándok szállás, de zárva volt, mert az is majd csak a szezonban májusban nyitott ki, és itt még előtte vagyunk, úgyhogy az állami szálláson aludtam, és este legalább öten oda jöttek hozzám, hogy olyan jó, hogy itt vagy, aggódtunk érted, imádkoztunk érted, láttuk, hogy kicsit ki vagy bukva. És ezekkel az emberekkel később többször összetalálkoztam, és mindig összemosolyogtunk, hogy sikerült tovább menni. És hát a másnap reggel viszont gyönyörű volt, így az eső után a nap felkelte, az meghálálta magát. Itt voltak egyébként útközben, itt elkezdett vízszintes lenni a táj, mert közeledünk már a mesetához, ami Burgos és León közötti 200 km síkság, az elég lélekölő. És itt is voltak ilyen oszlopok, hogy még 568 km Santiagoig mész 20 perc, még 567 km. Ez egyik déves rász mesélt, hogy komolyan gondolkodott, hogy kidönti a francba, tehát egy lélekölő az egész. Néha esett, néha nem, de kezdődtek a végtelen puszták, és egy-egy kisváros, és akkor elértem Beloradóba, ahol már szimpatikus volt ez, de ez megint az volt a bajom, hogy most még csak dél van, és miért álljak meg itt, pedig volt magyar zászlójuk is, tehát ez nálam mindig pluszpont, hogyha magyarokkal szimpatizálnak, és úgy döntöttünk Monikkal, aki ott egyébként ott megy egyenesen fölfelé. Monikot első nap ismertem meg, ott a havas szakaszon találkoztunk a Pireneusokban, és így bizonyos időközönként felbukkant ő is. És úgy döntöttünk, hogy itt csak ebédeljünk és menjünk tovább, annak ellenére, hogy az utikönyv ezt javasolt a végpontnak. És ez az egyik legjobb döntés volt a Caminóm alatt, ugyanis a következő településen Tosantos mellett egy hegyen egy sziklatemplom volt, persze zárva, mert itt már zárva vannak a templomok, de a látvány akkor is... Én fölmentem, miután a szálláson lepakoltunk, én elmentem felderíteni a helyet, megtaláltam ezt a sziklatemplomot, és rohantam vissza, hogy srácok, hát itt van egy sziklatemplom, azonnal gyertek föl. Nem voltak annyira lelkesek. Ő mondta egyébként a hölgy, hogy ami vizes, az vizes, és fogadd el. De erősködtem, hogy de menjünk föl, mert jó lesz, és ott fog lemenni a nap, és gyönyörű a panoráma, és mindenképpen menjünk föl, és én annyira akaratos és erőszakos voltam, hogy feljöttek velem a többiek, és sírtak.
mert tényleg nagyon szép volt, és megfogadtuk, hogy akkor a következő nap reggelén is jöjjünk föl, és nézzük meg a napfelkeltét is. Egyébként egy olyan zarándokszálláson aludtam itt, ami egy parókián volt kialakítva, és ilyen matracokon aludtunk a földön, tehát a zarándokszállások általában ennél jobban felszereltek, de ez direkt ilyen volt, hogy azonosulj a régi zarándokoknak a, hát így is egy nem fűtött, de házon belül, de szóval hogy azonosulj a régi zarándokoknak a tapasztalataival, és itt vacsora után imádkoztunk, fönt a tetőtérbe ki volt alakítva egy helység, és megkérdezte az egyik hospitaló, hogy ki honnan van, és amikor mondtam, hogy magyar vagyok, akkor kicsit bóklászott a borítékok között, és a kezembe nyomott egy borítékot, amiben egy magyar imádság volt, mert mindenki az anyanyelvén volt, svéd, holland, mindenki a saját anyanyelvén imádkozhatott, és itt már így 10 nap után, 11 nap után nem hallottam magyar szót sehol senkivel, nem, húsvétkor hazatelefonáltam, de egyébként nem nagyon találkoztam magyar szóval, ez nagyon megindító volt számomra, hogy ott volt egy másik zarándok által megírt magyar imádság. És akkor következő nap reggel fölmentünk megnézni a napfelkeltét, ami érdekes, hogy fagyott, mert itt egyébként megint 1000 méter fölötti a szint, és annyira hideg volt reggel, hogy simán be volt fagyva a patak. És akkor ahogy haladsz tovább, vannak ilyen motiváló táblák, hogy még 531 km Santiagoig, de már csak 43 Burgosig, és a következő nap, ahogy így megálltunk egy ilyen pihenőhelyen, ahol voltak ilyen festett mindenféle dolgok, és így jobbra pillantottam, hogy mi? Ez is ilyen apróságok, de egy zarándok, tehát a 25. napon aludtam egy olyan szálláson, ahol volt kád. Ne tudjátok meg azt az élményt, hogy kádba fürödhettem 25 nap után, tehát hogy ezek ilyen a hétköznapi ember számára nem nagy dolgok, de zarándokként egész máshogy állsz hozzá. És itt találkoztam ezzel a két fiatallal. Liam Newcastle-ben él, és ott kezdte a Caminót novemberben. Kérdeztem tőle, hogy így karácsonyt azt így. Hát Rouenban voltam karácsonykor, és a szüleim lejöttek, ott együtt karácsonyoztunk, aztán én mentem tovább. Több mint 3000 kilométert ment, mire elért Santiago-ig. Egy picivel előttem értek be. Henri pedig Dél-Afrikai Köztársaság Fokvárosból. Franciaországban találkoztak, összebarátkoztak, és onnantól kezdve mentek együtt az úton, és hozzájuk csatlakoztam be. Ők nagyon gyorsan mentek. Nagyon-nagyon gyorsan. Ami nekem kicsit megterhelő volt, de annyira jó volt velük, annyira élmény volt velük az út, hogy rendszeresen tehát küzdöttem azért. De ha meglátok egy játékot... Korombeliek voltak, fiatalok voltak, lendületesek voltak, és nagyon jól éreztük magunkat együtt. De bizonyos időközönként én, így az egész út alatt én mindig vagy én álltam meg, hogy most nem megyek tovább, mert nekem ennyi volt, és nem bírom, vagy ők mondták, hogy mi tovább akarunk maradni, mert ugye 8-kor már elhagyod a város gyakorlatilag, a legtöbb volt 10-kor nyit, és például itt volt Burgosban mondta azt Liam, hogy most 2500 kilométert mentem ebben a cipőmben, most veszek egy újat, és akkor ők maradnak tovább, én megmondom, én meg nem maradok, hát én megyek, és akkor így utolértük egymást az út alatt, összesen 7-szer sikerült így összetalálkozni, több mint 200 kilométert mentem velük, és ők rángattak bele az ilyen 30 kilométer pluszos távolságokba. Ez egy vacsora, egy ilyen zarándok menü, csak a nemzetköziség kedvéért, tehát balról Henri a Dél-Afrikai Köztársaságból, Liam Angliából, mögött a Stefano Olaszországban, két amerikai, Kaliforniából, a srác Dániából volt, ő volt a dél-koreai leányzó, aki megkérdezte, hogy ezek mikor nőnek ki ezek a fel? Ez a hölgy Spanyolországból, ő csak spanyolul beszélt, és ő Santiago de Compostela-ban lakik. És mondta, hogy még soha nem ment végig a zarándok, egész életében látta, hogy érkeznek zarándokok, és gondolta, hogy ő is most kipróbálja. Ő Monique Hollandiából, illetve a svéd és egy brazil fiatalember. És én képviseltem Magyarországot, tehát teljesen nemzetközi, és ez majdnem minden estére elmondható, hogy akikkel éppen, egyébként a brazil srácot ott láttam először és utoljára, a koreaiakat, vagy a koreait is, tehát hogy van akikkel néha összefutsz, van akikkel nem. A legvégén tartottunk egy vacsorát, erre majd kitérek, de ott volt egy olyan fiatalember, akivel találkoztam első nap. Leonban találkoztunk, én néztük egymást, mondom, én téged valahol már láttalak. Igen, első nap a buszon, tehát Leonba félúton, és Santiagoba egyszerre értünk be. De menet közben, út közben sehol. Soha, nem tudom, hogy ki, hogy. Burgosban úgy értünk be, hogy szakadt az eső, mert miért ne. Többet esett egyébként, mint nem, de így volt szép. Na és akkor itt van egy államilag felújított zarándokszállás, ilyen 4 ágyos ágyak.
a folyosó végén zuhanyzó fürdőszobák mindegyiknek a végén csap, ez egy ilyen fülke, és így sok ilyen fülke, szintén három emelet nagyságban. És az állami zarándokszállásokat ugye állami pénzből újították föl, és az állam mondja meg a maximális összegét, hogy nehogy túl, tehát ezek ilyen 5-10 euró, 10 euró alatti. Az állami zarándokszállás mindig 10 euró alatti, ilyen 6-7 euróba kerülnek, még a többi zarándokszállás simán 10-12 euróba is bekerül. A burgoszi katedrálisról rengeteget olvastam előtte, hogy ez mennyire csodálatos és mennyire gyönyörű, hogy az egyik első ilyen gótikus, én nekem a gótika egyébként a kedvencem, az első gótikus katedrális sok egyike Európában és a Notre-Dame-i alapján csinálták meg, az Amiens-i alapján. Nem tudom, hogy az Amiens-i székesegyházat hányan ismerik. Én lehettem ott, és az egyik legcsodálatosabb székesegyház, amit életemben láttam, tehát ott az tényleg fantasztikus. Na hát a burgosz ez nem ilyen volt. Az inkább volt egy múzeum az összes oldal oltárával, ahol mindenhol elmagyarázták, hogy mihol. Tehát nagyon-nagyon rosszul éreztem itt magam, nagyon nem éreztem sem az Isten közelséget, sem, tehát egy múzeum volt ez az egész számomra. Csináltam sok képet, mert tényleg látványos volt, de jöttek, mentek az emberek, beszélgettek, telefonáltak, nem, és akkor elegem lett a nyüzsiből, és akkor fölmentem a hegyre, a kastélyhoz, hogy onnan lenézzek egy kicsit így a városra. Nagyon érdekes élmény egyébként, hogy így be vannak rakva egy városok a kaminon belül, és addigra már pont elcsendesedsz, meg átadod magad a nyuginak, és akkor jön megint egy nagyváros, ami így felforgatja az egészet. Láttam az útikönyvben, hogy Szent Anton rúnái lesznek a következő, ami mellett elhaladok, és hogy ez ilyen nagy kő, meg minden, és mondom, ez annyira nem, de aztán kiderült, hogy erről van szó, és nem arról, nagyon szépek voltak tényleg. És ugye elhagytuk Burgoszt, tehát itt még az utolsó magasabb hegyeket, vagy ilyen, itt is látod, hogy itt megy az út, és hogy te meg arra fogsz menni, mert ez vár rád, és akkor viszont nagy cserébe kárpótol a panoráma a másik irányba, és innentől kezdve viszont kezdődött a síkság. Ami egy napig izgalmas, meg két napig, meg tök jó, meg egyenes. Na, a végén már felhőket fotóztam, mert ezt látod végig, és csak egyre síkabb és síkabb lesz, és akkor így a tizedik nap, nem volt tíz nap, de így a második felében mondta egy amerikai srác, hogy hát használd a képzelőerőt, hogy legyük. Azért álltam meg itt, ez egyik kedvenc zarándokszállásom volt, megérkeztem, és akkor kérdezte tőlem angolul a fiatal ember, hogy honnan valós, hova valós vagyok, és mondom, hogy magyar. És akkor ő magyarul, hogy és hogy hívnak? Nem Balázs, Eduardo, lábad fáj? Igen. Gyere! Kérsz vacsorát? Tehát, hogy így, és láttam, hogy a kínaiakkal kínaiul beszél, a hollandokkal hollandul. Mondom, Eduardo, hány nyelven beszél? Hát, ragad. Nagyon jó fej volt, és ha valaha véget szerint végigmegyek, akkor itt biztos, hogy meg fogok állni. És aztán jött megint a síkság. De legalább jó idő volt. Tehát, hogy igazából hálát adhatok, mert ha itt egy nap volt, hogy szakadt, de a többségében azért ez a bárányfelhős kellemes idő, végig a síkság. Itt közben 200 kilométert ugrunk. Amikor eljutottam Carrión de los Condesbe, ami egy kisváros volt, és ott egy ágostonrendi apácáknál aludtunk. Amennyire nem tetszett Burgosz, annyira tetszett ez a kisváros. Színes volt, nyüzsi volt, tipikusan spanyol volt, és az apácáknál lévő zarándokszállás is nagyon tetszett, és becsatlakozhattunk a vecsernyére együtt imádkozni velük, ami spanyolul tényleg lélegzetelállító volt. És itt a Nagylajos gimnáziumból a Graf Vivien, nem tudom hányan ismerik, vagy hányan sem, ő az Engő Együttesnek az énekes nője, és én is zenéltem velük, tehát én ő nem a Graf Vivien, de nagyon hasonlít. És majd kértem az apácát, hogy hadd készíthetsek róla egy képet, szintén ilyen. Ez már a váltócipő egyébként, miért kell a két cipő, tehát a bakancsba mész napközben, aztán azt leveted, mert eleged van, és akkor áthúzod a sportcipőt, és abba fedezed föl a város délután, tehát a tipikus színes kis utca, középen bizonyos időközönként jelölve, hogy merre kell menni, kis főtérrel, és ez volt az a pont, ahol másnap reggel még sokáig beszélgettem az apácákkal, én hagytam el utoljára az zarándokszállást, mert mondták, hogy most már kell menni megint zsolozsmázni, és ott hagytam a botomat. És a falu határba jöttem rá, hogy hát a túrabot az frankón ott maradt, de már hiába is mentem volna vissza, mert ők addigra már zsolozsmáztak. És utána az volt a projekt, mondom, nem baj, mert most még úgyis egy darabig síkság van, meg Lyon, és majd Lyonba, vagy valahol még veszek egyet, és akkor majd utána nem lesz probléma, hogy legyek, hogy azzal menjek. Igen, síkság mindenütt.
És Sahagún volt a következő ilyen nagyobb város, amit már úgy jelölt előre az útikönyv. Ezt lefotoztam, mert nagyon vagányul néz ki, hogy így hagyották meg. És Sahagunnál az út a templomot érintette, de a belváros nem. Tehát így láttam, hogy a túloldalán van a kapunak a belváros, és ott lehet, hogy lett volna olyan bolt, ahol tudtam volna túrobotot venni, de az most így kimaradt. És aztán megint összetalálkoztam ezzel a két fiatallal, akikkel ez egy állami zarándokszállás, megint csak, de egy egészen más jellegű. És ami nagyon tetszett, hogy egy légtérben volt, kétszintes volt, de valahogy úgy volt kialakítva, hogy félem, az egész egy légtérben volt. És ez a spanyol, főleg így a közép-Spanyolországban az építészetre nagyon jellemző volt, hogy egy csomó olyan szálláson vagy épületben, kávézóban voltam, ahol az egész egy légtér volt, annak ellenére, hogy az egyik felébe kávézó volt, meg kocsma, a másik felébe meg zarándokszállás. És egyesen szolid reggeli, csak hogy ezt is akartam mutatni, hogy mit eszünk, vagy miért. Tehát kávé pirítós a spanyoloknál vagy sajttal, vagy lekvárral, fánk, és akkor ezzel úgy el vagy jó pár órát reggelire. Így néz ki egy kávézó. Ami érdekes volt nekem, azok a játékautomaták, mert az Magyarországon már nincs. Egy bácsi az orrom előtt nyert 30 eurót, nagyon boldog volt, hogy pont szórta ki a gép. Ez meg az asztalunk, és korán indultunk, mert tudtuk, hogy a következő nap az nehéz lesz, mert Leónba 38 kilométert kellett menni. 4 kilométerre voltunk a belvárostól, amikor megláttam a székes egyház tornyait. Én már így, tehát az nekem nagyon embertpróbáló volt ez a távolság, főleg az ő tempójukban. De jó fejek voltak, mert bevártak egyébként, és akkor így becsoszottunk a belvárosba, megálltunk a zarándokszálláson, és én így lecucoltam, hogy jó van, fiú. Ők lecucoltak, hogy akkor megyünk megnézni a belvárosát, mondom, menjetek, én nekem fáj a lábam, én nem megyek sehova. 4 órakor értem be, és 7:30-kor jöttem ki a zarándokszállásról, tehát én ott egy másfél óra pihi, akkor úgy zuhanyoztam, összeszedtem magam, és mondom, azért itt vagyok, Leombát mégiscsak fel kéne deríteni a város, akkor megint hazatelefonáltam, ez volt egy ilyen nap, hogy akkor letudtuk az otthoni köröket. Színes belvárosi épületek, de már úgy éreztem, hogy megy le a nap, meg sötétedik. Itt láttam meg először a székesegyházat így az utca végéről, és amikor odaértem a főtérre, akkor egy kicsit így szétnyíltak a felhők, és pont a lemenő nap aranyló sugarai megsütötték a székesegyházat. De azt a boldogság érzetet, amit akkor éreztem, azt nehéz lenne átadni, hogy igen, komolyan Santiago-ban nem éreztem így, amikor a célba értünk, hogy oké, megcsináltam, ez 38 kilométer volt, és sikerült, és láttam, hogy egy hosszú sor megy be a székesegyházba, és beálltam a végére, ez még a mellette levő épület, és amikor bementem, egy spanyol hölgy beszélt, ja, amennyire nem tetszett a burgoszi gótika, annyira volt tökéletes a leoni székesegyház, tehát annyira adta ezt a... Én ezt szeretem a gótikában, amikor aprónak érzed magad, picinek, és az egésznek a térhatása, az Isten közelsége érezhető, kézzel fogható. Szóval egy spanyol nő beszélt körül 8 percig, rengetegen voltak benne, aztán bejött egy nagy zenekar, és egy Bach misét elkezdtek játszani. Azt az akusztikát, én így álltam, köszönöm szépen. A kiriet étel után kijöttem, mert nem kíváncsi voltam Leónra is, és amikor kiléptem, akkor addigra már lement a nap, és akkor kapcsolták fel a díszkivilágítást így a főtéren. Tehát ennél tökéletesebb harmóniám nem is lehetett volna ebben a városban. És mondom, annak ellenére, hogy nyüzsi volt, és tele volt emberrel, annak ellenére nagyon-nagyon pozitív és meghatározó élmény számomra León. Meg mert tudtam, hogy vége a mesetának, és jönnek megint a hegyek. Mert egyébként egy Gaudi kastély is van Leónban, ami eléggé jellegzetesen egyértelmű volt, hogy ez az. Ez a... Nem tudom, ki látta a The Way, az út című filmet. Ez az a szálloda, mielőtt állnak, hogy egy igazi zarándok nem szállna meg szállodában. Ja, egy kicsit más kategória, mint az a három csillagos Santo Domingo-ban, de a zarándok szállás is nagyon jó volt. És itt két napig megint esett. Külön váltunk, mert a pár maradt Leónban, mert ők kíváncsiak voltak még. Ők nem látták este a katedrális, mert akkor másfele voltak. És akkor így külön váltunk, mert én hamarabb bejöttem, és két nappal később ezen a hídon összetalálkoztunk újra. Tehát tényleg teljesen vegyesen alakul. Ez már Astorga.
és innen, itt is volt egy gyönyörű, csodálatos Gaudi kastély, aznap megint bőven 30 km fölött mentünk, úgyhogy délután érkeztünk meg a városba, úgyhogy megint lehetőségem volt a lemenő nap fényében az ottani székesegyházat, templomot megörökíteni. Ez a városháza. Mindig így, a spanyol városházak 90%-ban így néznek ki az úton egyébként. És akkor elindultunk megint fölfelé. És nem tudom, ami itt már azért a 20. nap után vagyunk, vagy nem, talán még nem a 20., de sok nap eltelt már, volt eső, jégeső, szélvihar, napsütés, hideg, meleg, és én úgy éreztem, hogy a havazás még nekem hiányzik. Tehát én szeretem a havat, Emilia tanárnő mondja, hogy amíg örül valaki a hóesésnek, addig gyerek. Lehet, hogy én gyerek vagyok, de én nagyon szeretem a hóesést, és itt megint 1000 méter fölött voltunk, tehát én arra gondolom, nagyon bíztam benne, hogy esetleg egy kis havazás lesz. Hamar elértük egyébként, ez ilyen délután, bocsánat, csak itt közben lesek, délután 3:30-3 már Fonsebadonban voltunk, ami valaha egy nagy működő település volt, aztán lebombázták, lebontották, és most már csak zarándokszállások működnek rajta. A többiek még tovább akartak menni, hiszen még korai volt az óra. De én azt mondtam, hogy én maradni szeretnék, mert nem sokkal ezután a település után van a Cruz de Ferro, ami az egyik legszimbolikusabb és fontosabb pontja a Caminónak. A Cruz de Ferro egy olyan vaskereszt, ami egy hegy tetején van, ahova van egy hagyomány, hogy viszel magaddal egy követ otthonról, amit a kereszt tövébe teszel le egy imádság keretein belül, és ez a kő, most az imádságot nem fogom felolvasni, de ez a kő azt szimbolizálja, hogy amikor majd a végítélet napján elbírálják a jó és a rossz cselekedeteidet, akkor a kő súlya majd a jó mérlegét nyomja mélyebbre. Nekem két kövem is volt. Biztos, ami biztos. És a lényeg az, hogy én kitaláltam, hogy én napfelkeltébe szeretnék felmenni oda. Úgyhogy én maradtam délután, annak ellenére, hogy a többiek tovább mentek, mert arra gondoltam, hogy úgy lesz számomra teljes. Hát este leesett a hó. Mondtam a zarándok szálláson a szobatársaknak, hogy én majd nagyon csendes leszek reggel, és ne haragudjanak meg rám, de én mindenképpen hajnalba szeretnék még sötétedésbe elindulni, hogy a felkelő nap első sugrait ott láthassam meg. És ez annyira megtetszett mind a 8 embernek a szobába, hogy mondták, hogy akkor jövünk mi is. Úgyhogy együtt, így kihagytuk a reggelit, de nem baj, együtt keltünk föl. És a hó... Egyébként amikor elindultunk hajnalba, akkor el is állt a hó. Csoda volt, komolyan. És amikor elértük a keresztet, akkor így kicsit elkezdett, akkor még azért felhős volt, meg a nap nem annyira érvényesült, de már ott a jobb oldalon látszik, hogy így elkezdtek szétnyílni a felhők, és egyszer csak előtört a nap. És így nem is lehetett volna ennél tökéletesebb. Amikor felraktam, én minden nap megosztottam egy képet az útról, mert számomra ezzel volt teljes az út, amikor felraktam ezeket a képeket, akkor a pár látta, és visszaírt, hogy hát nálunk nem így nézett ki. A vaskereszt alatt a kövek, amiket a többi zarándok letett, frissen hóval befedve, itt éppen valaki mondja az imádságot és teszi le a kövét, az enyémek ott vannak, a friss hóban. És csináltam egy képet a táskáról is, hogy az enyém egyébként így nézett ki. A hóban nem volt jó a kamás, de egyébként az egyik legnagyobb találmány, hogy az ember a sárba ne tegye teljesen tönkre a nadrágját. És a zarándokok jelképe a kagyló, amit mindenki valahogy valamilyen módon a táskára rögzített, én egy kis nemzetszín szalaggal tettem oda. Nem nagyon találkoztam magyarokkal az úton. Nyáron biztosan sokan vannak, mert nagyon sok oldalon, internetes oldalon lehet magyar beszámolókat találni. Két magyarral találkoztam, az egyik egy felvidéki Szlovákiában élő hölgy volt, aki annyira boldog volt, hogy meglátta a nemzetszín szalagomat, hogy megkérdezte, hogy kérhetne belőle egy kicsit, hát mondom természetesen, úgyhogy neki levágtam belőle egy darabot, és azzal kötötte át a kagylóját. A másik pedig egy olyan hölgy, egy olyan 60 éves hölgy, aki már 30 éve Svájcban él, vagy 35, és konkrétan sírt, hogy velem magyarul beszélhetett. Anyaországi magyarral egyel se találkoztam, majd a legvégén az óceánnál, mert ott vannak magyar zarándokszállások, de útközben sajnos senkivel. És akkor a következő napi program az, hogy lejössz a hegyről, ami csodálatos volt ezekkel a nap felkelte és a friss, havas fényekkel. Ez a hely, Mandzsarin, 1180-ban van róla az első írásos emlék, és templomos rendi
hát már nem templomos rendi lovagok azok, akik itt élnek, de követik az ő hagyományaikat. Itt is lehet aludni, meleg víz, nincs fűtés, nincs egy ilyen nagy pokró. Van egy ismerősöm, aki itt aludt, és ő mesélt róla, hogy a legzarándokabb élmény volt itt aludni. Egyébként a magyar zászlóra itt is felhívnám a figyelmet, hogy azért itt is ott volt. És akkor, ahogy haladtam lefelé, ez egy nagyon meredek és köves, igen, megkértem valakit, hogy a szivárványjal engem is kattintson le. Csodálatos volt komolyan itt lejönni, ez egy egész napos program volt, hogy akkor lejöttünk a hegyről. A messzeségben látni azt, hogy ott van valami település, hát odáig ilyen köves úton vezetett le végig az út, és aztán még lejjebb és még mélyebb, és így értünk el Ponferradába, ami már az utolsó nagyváros Santiago de Compostela előtt, még a Galícia tartomány előtt, ahol megnéztük a várat. Szerdánként a várlátogatása ingyenes, hát én pont szerdán értem oda. Hát a jó Isten az ilyen apróságokkal úgy kísérte az utat, és itt megint sütött a nap. Következő nap meg persze esett az eső, ez így szépen váltakozott. És itt értem utol Helenát, akit még Tosantosnál ismertem meg őket, őt is felrángattam a naplementét megnézni a sziklatemplomhoz, és itt mondta azt Helena, hogy hát 8 nap múlva beérünk Santiagóba, vagy talán kevesebb is, és hogyha 8 napig barátok maradunk, akkor együtt fogunk célba érni. És ez így is lett. Azt játszottuk, szakadt az eső, itt is egyébként, hogyha megláttunk egy zarándokot, akkor először elkezdtünk fogadni, amíg oda nem érünk, hogy vajon férfi vagy nő, hova valósi, milyen foglalkozása, ismerjük-e, ha igen, akkor meghívjuk egy sörre, ha itt nem ismertük meg hátulról. És akkor, ahogy utolértük, akkor jött a kvíz része, hogy és te, hova valósi vagy? Én azt mondtam németül, azt mondta spanyol, Egyesült Államok, nem baj. És akkor így sorba mentünk, közben átértünk Galíciába, ahol már modernek és szépek az útjelzők végig, és folyamatosan a kilométer jelzi, hogy mennyi van hátra. Galíciában a köd egyébként, ami a legmeghatározóbb ködös, felhős, esős idő. Ez az Ósebrerio nevű település, ami arról híres, hogy a legenda szerint volt egy pap, aki nagyon nem akarta a vasárnapi misét megtartani, mert hogy senki nem volt fönn, de egy pásztor ember lentről fel, ez megint 1100 méter magasan van, szóval, hogy egy pásztor ember feljött a faluból lentről, mert hogy ő részt akart venni a vasárnapi misén, és akkor így gondolkodott magában a papa szent mise közben, hogy ezért a kis darab kenyérért feljött a pásztor, és abban a pillanatban átváltozott Krisztus testévé és vérévé az oltári szentség, amit elvileg a mai napig őriznek valahol. Én pont nem vasárnap voltam itt, úgyhogy misén nem vettünk részt, meg egyébként a spanyol misék nagyon izgalmasak, hogy így próbál az ember lépést tartani, de egy szót nem értek spanyolul, vagy kávét rendelni, mert nagyon jól tudok, mert azt a misén az ember nem hasznosítja. És próbálsz lépést tartani, hogy hol tartanak, de az zarándok misén felolvassák, hogy milyen nemzetiségűek emberek vannak éppen jelen, akkor tudod, hogy na most a Magyarország elhangzott, akkor jól vagyunk, de a zsolozsmázás sokkal, sokkal meghatározóbb élmény volt számomra, mint ezek a misék. Szóval visszatérve Galícia köd, és végig köd, és ahogy haladunk előre, más az őstölgyesből átmegy az eukaliptusz erdőbe majd, mert az utolsó 3 nap eukaliptusz erdőn keresztül vezet az út. Köd, ilyen mély utak, hogy két oldalt köves, sáros, persze, természetesen, és ez a legjellemzőbb galíciai látkép. Ez egy nagyon kedves híd és egy nagyon kedves lépcső, az zarándokok kedvence a lépcső. Fölfele mászni, Ponto Marin települése, a templom természetesen itt is zárva volt. És akkor, ahogy haladunk előre, már a tavasz egyre több színét és virágát mutatja, mert így már április vége felé járunk. Ő egyébként Helen a svéd hölgy, akivel 8 napig sikerült együtt. Ja, svéd, igen, tehát ő is Szöulban született, de Svédországban dőlt föl. És itt már csak 80 kilométer, és egyre erdősebb és sűrűbb, és megint távolodunk, és ez az első eukaliptusz erdő, itt két amerikaival jöttem, és így, te szerintetek ez már eukaliptusz? Nem tudom, nézzük meg a levelét. Tehát én életemben nem láttam előtte. Ja, a másik, amiről mesélni akartam, az a Santiago süti. Santiago süti egy marcipános mandulás torta,
amiről én azt gondoltam, hogy ezt akkor eheti az ember, hogyha célba ért. Tehát, hogy jól van, végigmentél az arándoklaton, Santiago sütiért, a Helena rendelt egyet, és így mondom, de hát még 4 nap van Santiago-ig. Ezt kit érdekel, attól véget lehet. Na onnantól kezdve én így próbálgattam, akkor nekem a marcipán nagy kedvencem, tehát próbálgattam, hogy akkor milyenek a Santiago sütik, ez egy ilyen 10 órás megálló. Ő a cukiság csúcsa volt a Caminón, mert ott volt útközben, és akkor itt már 25 km. Úgy terveztük, hogy az utolsó nap 20 km-t kelljen csak megtenni, hogy ez már az utolsó napi közvetlenül Santiago előtti eukaliptusz erdő, mert délben van az arándokmise. És ami érdekes még, arról sajnos nincs képem, de aki látta az Út című filmet, vagy ismerheti, hogy az arándokmisének van egy nagyon különleges hagyománya, hogy egy ilyen óriási, most ezt mondanom kéne pontosan, füstölőt megtöltenek, és akkor azt így 8 ember végig lengeti a templomon. Ezt régen azért csináltak, mert nagyon büdösek voltak az arándokok, egyébként ez is benne van az ütikönyvben, de szóval, hogy ez egy különleges látmány és élmény. Viszont ahogy ezt megtudtuk menet közben, ilyet csak pénteken csinálnak, nagy ünnepeken, illetve ha valaki kifizeti a 300 eurós díját ennek. És mi csütörtökön értünk Santiago-ba. Én ráértem, tehát én mondtam, hogy ha nem lesz ilyen, akkor én ott maradok péntekig, aztán majd mégis igaza lesz az embernek, vagy nem lesz, de nem megyek tovább másnap a tengerhez, hanem hogy akkor megvárok egy ilyen deles zarándokmisét. De volt csütörtökön. Úgyhogy abszolút teljes hét. Úgy éreztem, hogy tökéletes befejezése ez az én első utamnak, illetve akkor fejeződik be az arándoklat, hogyha Szent Jakab szobrát átöleled, ami az oltár mögött van, és már a misén láttam, hogy hosszú sorokban állnak az arándokok, és folyamatosan megy föl, és valaki mindig áll a pap, mondja a misét, és mögötte egy két kar átöleli. És akkor utána mi is oda mentünk, és átöleltük a szobrot, és már az utolsó héten, aki ismerős barát, zarándoktársat láttunk, és kérdeztük, hogy te is csütörtökön érsz Santiago-ba? Én is csütörtökön érek Santiago-ba. Akkor csütörtök este 8-kor találkozzunk a Székesegyháznál, és egy nagy záró bulit, vacsorát tartsunk azokkal az ember, ez már az utolsó napi menet, azokkal, akik ott voltak. Mindenki szelfizett a Santiago de Compostela feliratnál, az első ilyennél. Ez már a végigpecsételt Compostelám, illetve az elismerő latinul van egyébként ez az oklevél, amit kap az ember. Ez itt van, elhoztam, hogyha valaki kíváncsi, meg lehet nézni. A szállásról így néz ki. Ja, és sajnos a templom felújítás alatt áll, úgyhogy csak nyomokban sikerült megnézni, illetve látni, meg főleg kívülről, de akkor is csodálatos. És akkor este 8-ra összeszerveztük azokat, mindenki hívhatott mindenkit, akivel kapcsolatban vagy, ismerősöd, bárki, akkor az jöjjön, és így 18-an jöttünk össze egy ilyen utolsó napi vacsorára. És nagyon sokan utána akkor vagy hazaindultak, vagy tovább, vagy busszal tovább, vagy gyalog. Ez sokáig tartott este, igen, és én azok közé tartoztam, akik, mivel sikerült 30 nap alatt eljutni Santiago-ba, ezért úgy döntöttem, hogy gyalog megyek el az óceánig, ez még 4 nap, még 120 akárhány kilométert jelentett. Úgyhogy ez még mindig Galícia, még mindig az eukaliptusz erdők, de már kiegészülve citrom és narancsfákkal. És itt is a hajnali kelés, az eső, végig jó társa a tavaszi zarándoknak, de gyönyörű tájakon, és akkor itt döbbentem rá, hogy már csak 2 napig követem a jelet, ami az elmúlt 30 napban meghatározta azt, hogy merre kell menni és hogyan. És egy érdekes történet, hogy kiraktuk a bakancsokat száradni a napra, így a nap végén, és aki ott ül elől lengyel leányzó, neki ellopták a bakancsát. És még van 60 km hátra, és nem is lett meg. Tehát így körbejártunk mindent, mindenkit megkérdeztünk, és valószínűleg valaki helyi, mert hát egy zarándoktárs miért lopná el a másiknak a bakancsát. Tehát, hogy ez... És nem is volt másik cipője, csak ez a szandál, úgyhogy kapott valakitől egy bakancsot, azzal van egy hagyomány, hogy Finisterrében, az óceán parton égesd el a ruháidat, vagy legalább egy ruhadarabodat, amit a Caminón magaddal vittél, ezzel is szimbolizálva, hogy új emberként indulsz tovább az életedben, és azzal a feltétellel kapta meg a bakancsot, hogy égesse el a végén. De neki nem Finisterre volt a végállomása, ahogy nekem sem, ami elvileg a világ vége, hanem Musia, majd erről még mesélek mindjárt. A lényeg az, hogy mentünk tovább venni, mert megint egyedül voltam, mentem tovább reggel a csodálatos tájakon, és kétfele lehet menni. Finisterre hivatalosan, azt mondják róla, hogy ez a világ vége, nem ez a legnyugatibb pontja egyébként Spanyolországnak, de turisztikai szempontból ez van hangsúlyozva. Nyüzsi,
nagyon-nagyon sokan vannak. Ja, meg hát az utolsó 100 kilométeren már rengeteg új ember, akikkel korábban nem találkoztál, tiszta és vasalt ruhában, még nem mernek belelépni a sárba. És itt is azt érzed, hogy Finisterre ilyen nagyon kirakat. Tehát oda megy mindenki, hogy ott elégesse a ruháját, és akkor ott befejezze az utat. Ellentétben Muszia, egy kicsit északabbra van, elvileg a hagyomány szerint ott kötöttek ki Szent Jakab földi maradványaival, sokkal spirituálisabb, sokkal csöndesebb, nyugodtabb, békésebb hely. És én úgy döntöttem, hogy úgy fogom befejezni az utamat, hogy először elmegyek Finisterrába, és aztán az óceán parton felsétálok Muszijába, és ez lesz a vége. Itt láttam meg először az óceánt, csak a messzeségben, aztán egyre közelebb, és közelebb, szépen leereszkedtünk a partra. És itt is az eukaliptusz erdők végig a part mentén érik el Finisterrét. Itt kávéztam egyet, mert miért ne. És Finisterrében van a 0 kilométer kő, ami, mondom, ez inkább turisztikailag izgalmas. És itt a naplementét kijönnek a világ végére megnézni az emberek. Hát a naplemente pont olyan volt, mint az arándoklatom, kicsit borult, kicsit felhős, de azért szép. És itt látni, ahogy az emberek égetik el a különböző ruhadarabjaikat a sziklaparton. Jól megfáztam egyébként, fújt a szél, nem öltöztem fel eléggé, ez már a következő reggel. És volt egy mondásunk az úton, hogy enjoy every step, these are the last, tehát az utolsó lépések, és hogy élvezd mindegyiket, mert most már csak 25 kilométer, amit menni kell nekem, és akkor vége lesz Finisterrából Muszijába. Kicsit lázasan ez nem volt annyira buli, de nagyon szép volt, végig a parton, és ez már a muszijai strand, illetve itt érem el Muszijat, ahol egy gyönyörű templom a vége, és itt vártam meg a naplementét. És akkor itt újra összetalálkoztam ezzel a lengyel lányjal, amint éppen készült elégetni a bakancsát, úgyhogy nem vitt magával öngyújtót. Segítettünk ezen a problémán. Én nekem három dolog hiányzott, ugye a sapkát azt mondtam, naptej, mert hogy tavasszal nem kell, de ha egész nap kényelmes. Úgy jöttem haza, hogy ilyen csokoládébarna volt a kezem, így a felkarom is sötét, és akkor innentől nem, mert az nem, és nyilván vettem naptejet, már Logronyóba, tehát még az elején vettem naptejet, menet közben vettem sapkát, mert éreztem, hogy kell az esőbe, azért sokat segít, de nem volt kesztyűm. És Helenától kaptam kesztyűt a svéd hölgytől, a lánya kesztyűjét adta nekem, és kérdeztem tőle, hogy ezt adjam neki vissza az útvégén, és mondta, hogy nem, nyugodtan égessem el. Úgyhogy, de előtte csináljuk egy fotót, mielőtt elégetjük, úgyhogy itt a bakancsot és a kesztyűt közösen elégettük, és még megvártuk a csillagokat. Hát ennyit gondoltam képekről. Ha bárkinek bármi kérdése, óhaja, sóhaja gondolata van, akkor azt arra szívesen válaszolok.